Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Az egészséges élet nem csak attól függ, hogy mennyit mozgunk, vagy éppen milyen minőségi ételeket fogyasztunk, hanem hogy milyen minőségű levegőt szívunk be ugyanis nem mindegy, hogy milyen a páratartalom, mennyire szárítja a torkunkat, esetleg mennyire komfortos az a levegő hőmérséklet, amiben éljük a mindennapjainkat, és nem is beszéltünk akkor még a kisgyermekes családokról, akiknél tényleg nagyon fontos, hogy a kis lurkók a megfelelő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között tudjanak levegőt venni. Hát ilyenkor jön jól ez a kis aprócska korong a mid Temperature and Humidity szenzor, vagyis a hő és páratartalom mérő szenzor, ami a kijelzős verziójával ellentétben olcsóbb, de mindenképpen szükséges hozzá az okostelefonos alkalmazás, ellenben esztétikus, könnyen feltapasztható bárhova, és tényleg megkönnyítheti a mindennapjainkat, plusz segít beállítani a megfelelő hőmérsékletet, valamint a páratartalmat. Az aprócska korong alakú 3x9x9 cm-es kis kütyű tényleg bárhová könnyedén felhelyezhető. 85 g, de ez alig ha lényeges, hiszen van a dobozban egy kétoldalú korong alakú ragasztó, amivel pillanatok alatt tényleg akármilyen felülethez oda tudjuk tapasztani, csak aztán vigyázzunk, hogy amikor levesszük, akkor könnyen az adott bútor, vagy éppen fal felület. Ettől függetlenül tényleg esztétikus, fehér, letisztult dizájnnal rendelkezik, oldalt van egy gombja, a másik oldalon pedig egy ilyen három mosztású szenzor kivágás. A hátlapot le tudjuk csavarni egy lapos fejű csavarhúzóval, így lehet cserélni az elemet, ami általában egy-két évig lazán kibírja, attól függően természetesen, hogy mennyit használjuk Bluetooth kapcsolatot, mennyire vesszük igénybe. Nagyon pontos mérésekre képes ez a szenzor, hiszen a hőmérsékletet mínusz 20 és 60 fok között tudja monitorozni, méghozzá mindössze 0,3%-os tévedéssel, tehát 3 ezrelékről beszélünk. Hogyha pedig a páratartalmat nézzük, akkor 0 és 100% között tudja mérni a páratartalmat. Itt is mindössze 3%-os eltérést garantál ez a kis kütyű, tehát tényleg nagyon precíz mérésekre képes. Mivel azonban nincs kijelzője, mindenképpen szükségünk van pár dologra hozzá. Egyrésztről az okos otthon kezdő szettet meg kell vásárolni, hiszen azzal kompatibilis ez a kis szenzor, illetve zigbee is működik természetesen, illetve le kell töltenünk az okos telefonunkra vagy táblagépünkre a Xiaomi Home alkalmazást. Az ökoszisztémába tehát könnyedén beleilleszthető, az applikáción belül meg kell keresnünk a Sensors részleget, majd ott ezt a kis eszközt kiválasztva már is működik a párosítás. Ehhez az oldalsó gombot kell lenyomnunk 5 másodpercig, majd egy apróska kis kék ledecske elkezd villogni az elején, innentől tudjuk, hogy a párosítás folyamata elkezdődött, és pár másodperc után a csatlakozás végbe is megy, el kell nevezzük a szenzort, hogy hol használjuk, és már is láthatjuk az általa küldött adatokat. Nem csak a páratartalmat, hanem a hőmérsékletet is monitorozhatjuk, illetve visszamenőleg is megnézhetjük napi, heti vagy akár havi szinten, hogy hogy változott a két érték. Automatizáló folyamatokat is létre tudunk hozni, ahogy már azt megszoktuk az okos otthon kezdő szetnél, például, hogyha valahány fok fölé megy a hőmérséklet, vagy valahány százalék alá a pára tartalom, akkor rögtön be tudjuk állítani, hogy kapcsolja ki a légtisztítót, esetleg kapcsolja fel a fényeket, vagy egyéb dolgokat, tehát tényleg rengeteg lehetőség tárul elénk. Le is tudjuk ilyen szóval védeni, hogyha nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek, tehát tényleg elég jól bekarébrálható ez a Temperature Humidity Sensor. Az ára pedig 2.990 forint a Lurdi-ban, illetve a webshopban. Ennyit alig, hanem nem csak a mindennapokra ér meg, hiszen esztétikus, dizájnos eszközről beszélünk, és érdemes azért figyelgetni, hogy az adott helységben, szobában hány fok van, vagy milyen a páratartalom, hanem főleg a kisgyermekes családoknak lehet jó ötlet ez, hiszen láthatják, hogy az adott lurkó az milyen, hőmérsékleti, illetve a levegő minőségben él, Nagyon fontos lehet ez tényleg. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, plusz ne felejtsétek el követni minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a sammilife.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!